és ő valami egészen más szeretne majd bevezetni. Ugye a nyári szünetben némiképpen átalakította a stáb szerkezetét, a személycserék mellett érkezett egy új fizioterapeuta, az utánpótlásban dolgozó szakember csatlakozott az első csapat stábjához, akinek csak az a feladata, hogy a sérülésből felépült játékosokkal foglalkozzon. Nem kell úgy tenni, mint hogyha nem szándékos lett volna. Megint egy jó indítás. Diallói a kipattanó labda. Szakály. Nagyon szép kényszerítőzés. Antal Botond és Diallo ezt már nem hibázza el. Trajkovszki lövését még fogja a Diós Győr kapusa. Diallo duplázását már nem. Megszerzi a vezetést a Puskás. Ez egy nagyon szép fordítás volt, de utána ez a kényszerítőzés volt az igazán, ami meghozta a gólhelyzetet. Most arról már nem is beszélek, hogy Diallo érkezett középen úgy, hogy Tamás Márknak esélye nem volt elrúgnia előle a labdát, úgyhogy vezet a Puskás Akadémia. Eperjesi, és ugye ezt már oly sokszor láttuk, legutóbb a világbajnokságon szignifikánsan megmutatkozott, hogy hiába a labdabirtoklás, ez egy jó lövés, azzal nem lehet meccset nyerni. Hassani próbálkozott immár másodszor ezen a mérkőzésen. Kicsit szétszakadt a pálya. És még ez a két támadó is a négy védővel szemben zavar tudott okozni. Aztán eladja a labdát a Diós Győr. Szakály benne a 16-oson belül büntető. Eladja a labdát a Diós Győr, két védő között Szakály Péter kilép. És egy sárga lapot is kap még Brkovic. Egészen érthetetlen indiszponáltsággal játszik a DVTK. Mert hogy megint abszolút ők voltak létszámfölényben, náluk volt a labda, eladják, itt lehet nézni, nem zárnak össze, semmelyik játékos nem meri elrúgni a másik elől a labdát, és Brkovic pedig elkaszálja Szakályt, jogos büntetőhöz jut a Puskás Akadémia. És bocsánat, nem is Szakályt, hanem Harris volt az, akit elkaszáltak. 5 percen belül rúghat két gólt a Puskás Akadémia. Radó tehát. Belövi. Belövi, és ezzel nagyon nehéz helyzetbe kerül a DVTK. Esélye nem volt Antal Botondnak, a másik irányba ment. És azért ez így most már egy nagyon komoly előny. Radó nem jó irányba passzolt. Viszont utána Radó megy az előre rúgott labdára. Óriási védelmi hiba csak éppen les. Hát nem sokon múlott valószínűleg. De hogyha ez nem les, akkor megint egy kapitális utolsó védő által elkövetett hibáról beszélünk. Valóban les volt. Ezzel együtt talán illett volna eltalálni ezt a labdát. Hegedűs nem ér oda. Megvan a szépítő gól. Brkovic. Kis. Óha, nagy labdát ad előre, Szakály mellé. Hát volt még lehetősége a Puskásnak is a hosszabbításban gólszerzésre. Szakály azonban nem találta el a kaput. Egy perc van még a hosszabbításból. Márkvárt, ez les. Nem sokon múlott, de les volt. Ott a visszapattanó, Hegedűs, és ott a gól! Egyenlít a DVTK Vernes Richard góljával. Az lerántás, Molnár, na! Ez viszont egy ütés. Az viszont egy szándékos ütés.
Molnárral szemben egészen biztosan sárgalapot érően szabálytalankodtak, viszont amit Molnár utána csinált, az meg kiállítást kéne, hogy érdemeljen, vagy kéne, hogy érjen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog ebben dönteni a játékvezető. Mert az nem kérdés, leszakították a mezt Molnárról, tehát nem ez a kérdés, hanem az, hogy nála elgurult utána a gyógyszer, és megütötte a Diós György játékosát. Ugye Mazalovics biztosan fog kapni egy sárgát, mert az már ott a kézben. Mindenki mondja a maga igazát. Mazalovics sárga, Molnár meg piros. Így van. A szép Osváthot befűzték, 11-es. És Osváth utána szabálytalankodik. Forgáccsal szemben 11-est ítélnek a Diós Győrnek a 76. percben. És ebből még egy lap is lesz. Diallo reklamálásért kapja. Hozzá sem értem, ezt lehet leolvasni Osváth szájáról. Érdekes meccs volt. Hát tényleg nem nagyon ért hozzá. Hát... hát így a lassítás alapján... semmi. Semmi. Azt néztem, hogy Osváth mikor fölugrott ugye a levegőbe, hogy akkor egy esetleg hozzá egy koccant-e a lába Forgács lábához, de nem. Minden esetre ugrai a büntető mögött, és ő meg kihagyja! Hát ez hihetetlen. Trajkovszki rúgta előre. Diallo, eddig szép a támadás, most már 3-3-ban. Diallo, Diallo gólhelyzetben, és fölé lövi. Nagyon szépen megcsinálta magának a lövőhelyzetet, tisztára játszotta magát, és aztán fölé durrantotta. Ugye itt egyértelmű Diós Győri létszámfölény volt, abból lett egy 3-3, azt a másik kettőt nem értem, miért nem futott vissza a piros mezesek közül, de mindegy.